Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket! A mai napon is készültünk nektek egy vadonatúj Mary Jane CBD videóval, és ugye a második évad első epizódjaként egy nagyon fontos vendégem van, maga a CBD szakértője, és a Mary Jane magyarországi forgalmazásáért is egy személyben felel, ez nem más, mint Siklér Dániel. Dani, ahogyan mondtam, a hivatalos forgalmazás mögött tevékenykedik, és hát ki is jelenthetjük, hogy a CBD-vel kell is fekszik. Ahogy tudhatjuk, és ahogy én is ismerem itt a környezetemet, talán Daninál senki jobban nem tud mesélni a CBD-vel kapcsolatos alkalmazási területekről és az érdekességekről. Erről fogjuk mai napon kérdezni őt. Szia Dani, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm. Ahogyan tehát elmondtam, a CBD-vel kapcsolatban Dani nagyon képben van, most egy picit tesztelni fogjuk. Az első kérdésem hozzá az, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a CBD-vel? Tulajdonképpen 8-9 éve foglalkozunk ugye Ausztriában kender növényekkel, illetve minden, ami a növénynek a tartásához szükséges. És hát ezáltal az ember akaratlanul is kapcsolatba kerül, illetve került különféle emberekkel. És körülbelül egy 6 éve, amikor az első CBD termékek kijöttek talán a piacra, akkor találkoztunk, vagy ismertünk meg igazából több olyan embert, akik különféle betegségből kifolyólag elkezdték a CBD-t használni, vagy éppen úgy gondolták, hogy ők ezt ki fogják próbálni, és segített nekik. És vagy a növény, vagy maga az olajnak a használatától, illetve a használatától élhető lett az életük. Hol, melyik országban kezdték el egyébként először használni a CBD-t? Hol terjedt el legelsőként? Én úgy tudom, tehát maga a CBD-nek szerintem a gyártása Ausztria, illetve Svájc. Svájc talán egy gyűszűhegynyivel talán Ausztria előtt jár, mint technológiában, mint peltéri termesztésben. Én úgy gondolom, hogy Svájc egy nagyon picit előbbre van, de Svájc, illetve az unión belül ugye természetesen Ausztria volt az, ahol ezek a termékek legelőször elterjedtek, illetve egyre több és több minőségi termék került piacra. És ahogy mondod, a minőségi terméket azért én is ugye most már hónapok óta használom, de azért kíváncsi vagyok arra is, hogy magát a Mary Jane-t azt hol, milyen formában termesztik és állítják elő? Az olaj előállítása beltéri termesztésű virágzatokból származik, tehát az egész termesztés folyamat kontrollálva van, nem repül felette repülőgép, nincsen permetszer, maga egy beltéri termesztésben egy zárt folyamat az egész, ahol az A-tól az XY végig kontrollálva van, illetve végig nyomon lehet követni egy terméknek a fejlődését, illetve a terméket egészen addig, amíg készen lesz. Ahogyan itt azért beszélgettünk már így a felvétel előtt, és Dani elmondta, hogy többféle CBD olajat kipróbált, arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami megfogott abban, hogy te így a Mary Jane mögé szeretnél beállni? Amint már az előbb mondtam, az egyszerűen szerintem egy megfoghatatlan téma. Én nagyon sok olajat végigpróbáltam. Nyilván osztrák olajak forgalmazásával, tehát Ausztriában termelt, illetve előállított olajak forgalmazásával kezdtük. Tehát így az üzlet múltjára visszatekintve azért szerintem kijelentett, hogy a legtöbb gyártóval vagy jóban vagyunk, vagy személyesen ismerjük egymást. És valamiért, amikor 3 évvel kipróbáltam a Mary Jane-t, valamiért azt mondtam, hogy valamiért ennek a hatása más. Tehát nekem ahhoz, hogy egy terméket forgalmazunk az üzletben, nekem ahhoz az kell, hogy először nem az áréssel tudnak meggyőzni, elnézést, hanem azzal, hogy maga a termék valamiért rám hat, rám bizonyos hatással van. És azok az emberek, akik nálunk például más olajakat használtak, 99,9%-ig kijelenthető, hogy egyszer lecserélték a másik olajat, mert valamiért a hatása az olajnak egyszerűen más, vagy jobb, vagy hatásosabb. Ezt akarom kérdezni, akkor azt mondod, hogy a CBD cseppek között is van különbség? Óriási. Mik ezek a tényezők, amik mondjuk meg tudják változtatni egy-egy brandnek akár az összetételét? Hát én igazából úgy mondanám, tehát a piacon többféle olaj található, tehát hanem megkülönböztetjük a teljes, illetve a széles spektrum olajakat.
A széles spektrum olajak ugye azok izolátból készülnek, tehát THC-t abszolút nem tartalmaznak. A teljes spektrum olajak pedig növényi eredetűek, amelyek növényekből készülnek. Azt már tudjuk általánosságban véve, hogy CBD és CBD olaj között is van különbség, viszont Danitól azt arra lennék kíváncsi, hogy mi a tapasztalatod így a CBD-vel kapcsolatban? Én úgy látom, hogy nagyon sok embernél, nagyon sok embernél az életminőségüket javítja, olyan embereknél, akik korábban vagy szükséges lenne, vagy az állam gyógyszeres kezeléssel kezelni a problémájukat. Tapasztalatban nekem is van jó pár ilyen ismerősöm, akik ezt elutasítják, vagy elutasították, és a CBD-vel egyszerűen akár egy posztraumás stressz eset, egyszerűen élni tudja vele az életet, mint egy normális ember. Egy olyan kérdésem maradt, ami azért most már nagyjából meg lett válaszolva, viszont szeretném, hogy Dani még egyszer kimondaná és kifejteni azt, hogy miért pont a Mary Jane-t választotta. Mint már korábban említettem, nagyon sok olajat kipróbáltunk, és nálunk, megmondom őszintén, próbáljuk úgy kiválasztani a viszonteladókat is, hogy azok értsenek, vagy legalább legyenek teljesen tisztában a termékkel, magáról a CBD-ről. Nagyon büszke vagyok arra, hogy nem adtunk el még soha senkinek semmi olyan olajat anyagi haszonszerzés céljából, csak azért, hogy nekünk jobb legyen, ami nem kell. Mellette ez egy talán egy hitvallás is lehetne rámondani, amin hülye hangzik, de tőlünk nem mentek, tehát a Mary Jane maga a cég mögött, a cégnek a hátterében áll az embereknek a segítsége, illetve az, hogy az embereket segítse, és a CBD olajokat mindenki ezzel jutassa. Évről évre az árak mennek lejjebb, ezáltal szeretnénk, tehát így, mint egy hatalmas, világ egyik legnagyobb beltéri termesztés, hogy 8000 négyzetméteren folyik a beltéri termesztés. Próbálunk nyomást gyakorolni a CBD piac gyártóira, hogy az árak folyamatosan menjenek le, hogy mindenkinek elérhető legyen. Nagyon büszke vagyok arra, hogy tehát emberek szerintem tőlünk úgy nem távoznak elégedetlenül, és olyan emberek, akik esetleg nem tudják magukon megengedni a CBD olajat, mindig segítünk. Ezeket a tényeket én is tudom azért alátámasztani, hiszen most már hónapok óta használom Mary Jane cseppjeit, és az élet minőségemben, ha csak mondjuk az alvásról beszélhetnék, akkor sokkal jobban kipihenten ébredek napról napra. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki már ezt akár a nézők közül kipróbálta csepp formájában, akkor ezt szerintem szintúgy el tudja mondani. Elérkeztünk tehát a mai adásunk végéhez. Én szeretném megköszönni Daninak az idejét és a válaszait, így már konkrétabb és teljesebb képet kaptunk arról, hogy miért használjuk a Mary Jane CBD olaját. A leírásban egyébként több információt is megtaláltok. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen!